Szeretettel köszöntlek benneteket a mai szekcióba. Az a mai címünk, hogy hogyan lehetek kétszer eredményesebb a misszióban. Egy kicsit ilyen provokáló cím, nem? Hiszen mindenki szeretne a misszióban eredményes lenni, és hogy ne szeret az ember többet elérni. De ezt nem én mondom, hanem Ellen White-nak, a profétánknak van erről egy idézete, amit majd fogok idézni nektek, hogy hogyan lehetek eredményesebb a misszióban. Mit kell tennem annak érdekében, eredményesebb legyek a misszióban? Akik ott voltak a heti programon, tudják, hogy az én témám az életmód, az ezzel kapcsolatos kérdések, a betegség gyógyítása, egyszerű tanácsok, és az, hogy hogyan tudunk felkészülni a klímaváltozásra, a betegségből a gyógyulásokra, és mindezt hogyan tudjuk úgy elmondani az embereknek, hogy számukra ez vonzó legyen, és érdekes legyen a számukra, és próbáljanak ebben elindulni. Azt mondja a Medical Ministry című könyvben, évekkel ezelőtt a mértékletesség üzenetének terjesztését egyik legfontosabb kötelességnek tartottuk. Azt mondja, ennek ma is így kell lenni. Ezt mondja Ellen White 1907-ben. Azóta eltelt még több mint 100 év, nem? És még mindig azt mondhatjuk, hogy sokkal fontosabb, meg kéne tennünk ezt a dolgot, mint amire tekintjük. Ráadásul, amikor megyünk és szeretnénk missziózni, amikor jöttem tegnap a program helyszínén, láttam, hogy ebből a kis meghívom, amit a fiatalok tettek, pakoltak az autóknak a ablaktörlőjére, meg egy-kettőt láttam a földön is, de bezárt ajtókat találunk, nem tudunk bemenni se az emeletes házakba, se a kis magánlakásokba, mert az embereknek nem kell nagyon már papír, meg szórólap. Kevés ember az, akit ezzel el lehet érni, azért kell csinálni, de tudnunk kell, hogy kevés embert lehet elérni. Mindegy, hogy milyen programot akartok, jelenések könyvét, Dániel könyvét, életmódprogramot, erre ugyanúgy érvényes ez a kérdés. Azt mondja a profiság lelke, hogy az orvosi misszió munka az evangélium jobb keze. Ez, ami utat nyit az emberek szívéhez. És ha mi nem használjuk ezt, akkor kevesebb embert tudunk elérni, mint ha élünk ezzel a lehetőséggel. Azt mondja, hogy olyan munkások kezdenek a misszióba, akik képzettek az orvosi misszió munka végzésére. Nem kell megijedni, ez nem azt jelenti, hogy ezt a szolgálatot csak olyan végezheti, akinek orvosi végzettsége van. Hiszen itt egyszerű gyógymódokról van szó, és azok a gyógymódok, amiket tanácsol a proféta számunkra, azok szinte mind le vannak írva egy könyve, az a címe, hogy Nagy orvos lábnyomán. Tessék elővenni, kézikönyv, vannak kifejezetten gyakorlati fejezetei, akkor elmondja ezt a teljesen egyszerű házi gyógymódot, és azok a gyógymódok, amit alkalmazott 150 évvel ezelőtt elmondott, még ma is érvényesek, sőt a tudomány azt mondja, hogy igazolja azt, amit ő leírt ennyi és ennyi évvel ezelőtt. Azt mondja, hogy Istennek ezek a gyógymódjai, tehát nagyon fontos, hogy ezek Isten gyógymódjai. Sokszor elmondtam, hogy ez nem Csengély Károly programja, ez nem az én elveim, hanem ez Isten elvei, ez Istennek a gyógymódja, amin próbálunk embereket elérni. Sajnos mi találjuk a zárt ajtókat, az emberek annyira félnek már, hogy annyi zárat tesznek fel, és teljesen bizalmatlanok, és nem tudunk hozzájuk férkőzni, mert érdektelenek. Higgyetek el, érdekli őket a szappanoperák, érdekli őket a tévéműsorok, meg a sorozatok, meg a Big Brother, meg minden ilyen, amit leadnak, és otthonról nézik a YouTube-ot, a Facebook-ot, de nekünk ez is egy lehetőség, tehát kell mennünk a Facebookon is, a YouTube-on is, ezért aztán mindent mi is felveszünk és sugárzunk élőbe. Én is, hogyha majd elkezdem ezt a sorozatot február 12-én, akkor azt teszem, hogy köszöntöm a jelenlevőket, köszöntöm az online bennünket nézőket, online közvetítjük az eladást, azért, hogyha valaki nem akar eljönni, de YouTube-on ránk csatlakozik, akkor tudja megnézni az eladást, és hogyha befejeztem az előadást 7 órakor, akkor 4-8-kor már letölthető verzióban fönn van az interneten maga az előadás. Ingyen letölthető bárki része. Tehát, ha nem akarnak eljönni, legalább ott érjük el, ahol vannak az internet és a Facebook segítségével. Mindegy, hogy hol érem az embereket jobb kézzel, az egészségmunkával, de próbáljam őket elérni. Azt mondja, az evangélium jobb keze ez, ami gyakran nyit meg új területeket az öröm üzenet előtt. Egyszerűen, hogyha meghirdetjük azt, hogy most lesz egy jelenések sorozat, akkor nem jönnek el az emberek, nem?
csak az jön mellé, aki már nagyon fölkészült, nem? Vagy hogyha személyesen te hívtad meg, mert te barátod, akkor eljön esetleg. De különben nem akarnak csak be, mi az jelenések könyve, mi az a Dániel könyve. De előtte arról beszélünk egy hétig, hogy mit tettünk annak érdekében, hogy a magas vérnyomás betegségből esetleg kigyógyuljon valaki, és arról beszélünk, hogy ha egyszerű gyógymódokat használunk, akkor 10 nap alatt már annyival lehet csökkenteni a vérnyomást, amit az elmúlt egy évben gyógyszerekkel nem tudott elérni. És hogyha az emberek megtapasztalják azt, hogy amit mondunk a gyakorlati gyógymódokról, az működik és jó, akkor azt mondják, hogy hát akkor lehet valami abba is, hogy amit egyébként mondanak az elvékről. És egyszer már eljött és azt mondta, hogy számára ez vonzó, akkor lehet ott marad majd a jelenések könyvén is. És arra is be fog ülni, az is fogja érdekelni. Mert amúgy nyitottak az emberek, csak mivel fogalmas is róla, hogy mi az, alapvetően mindenki azt mondja, hogy nekem az nem kell. Egyházi programokra nem is akarunk menni. De úgy megyek, hogy életmód, akkor sokkal nyitottabbak lesznek az emberek. Azt írja, hogy gyülekezeteket kell szervezni, és azok, azt mondja, semmilyen esetben sem vonhatják ki magukat az egészségi misszió munkájából. Tehát az a célja egy gyülekezet szervezésének, hogy missziózzon. Nem az, hogy egy zárt klubot alakítsunk, vagy csak kiválságosak jöhetnek el, hanem az, hogy missziózzunk, és ennek egy fontos jobb keze az egészségi szolgálat. Tudjátok, én megvizsgáltam azokat, akik az elmúlt 10 évben keresztelkedtek abban a körzetben, ahol én szolgáltam. Én magam is majdnem 10 ember kereszteltem, és szinte mindenki, ha megnézzük, a életmód háttérből került oda a gyülekezet közelébe. Egy-kettő volt, akik volt családi kapcsolat, de különben csak úgy utcáról egy bibliai programmal senki nem jött el. Mindenkinek életmód az első találkozási pont, és így tudtunk aztán tovább lépni. Természetesen soha nem lehet azt mondani, hogy hát csak az életmód az a fontos, és a Biblia nem is foglalkozunk. A kettőnek mindig párhuzamosan kell futni, hogy az emberek tudjanak választani és tudjanak tovább lépni. Programokat kell szervezni, itt látjátok a gyülekezetünket, itt éppen Anitával tartunk egy főzött tanfolyamot, Anitát ismertek a programról, szinte minden FDK vezető volt már nekem segítem az életmód programon, a fiatal vezetők között, azt figyeltem éppen, akik bekapcsolódtak ebbe a szolgálatba. És látjátok, vannak emberek, érdeklődők, be vagyunk öltözve, vonzó az emberek számára, jó étleget készítünk, előadást is tartunk közben, és amikor megkóstolják, azt még ez finom is, az elején megkapják a receptet, még csak egy receptet sem kell nekik írni, hanem készítve megkapják az egészet, hogy csak rám figyeljenek, és ne arra, hogy mit fog leírni esetleg. És minden alapanyagot helybe készítünk el, tehát nem ott fogjuk elkészíteni, hanem ott készítjük el az ételeket. Minden alapig rámjuk, hogy miért jó ez, miért fontos, mit nyernek azzal. Ez a piros paradicsom, ez azért jó, mert likopénben gazdag, és a likopén különösen fontos a férfiak prosztata problémája szempontjából. Bármiről beszélünk, elmondjuk, hogy miért jó, miért fontos ez, és ez vonzó az emberek számára. Itt éppen brokkoli van, keresztes virágúak, egyik legfontosabb, különösen hölgyek részére 50 felett menopauza környékén fontos lenne hetente kétszer legalább brokkolit fogyasztani, mert nagyon fontos. Akik ott voltak velem a csütörtöki főzős tanfolyamon, készítettünk brokkoliból egy ételt, receptet el lehet majd kérni. Fontos az, hogy mindent lefotózzunk, mindent kiteszünk a Facebook oldalunkra, hogy lássák az emberek, eljusson a hír hozzájuk, megkapják a receptet, és én, hogyha jön hozzám egy paciens, egy beteg, és azt mondja, szeretne receptet, mit kell mondanom? Tessék fölmenni az Édenvölgyet Facebook oldalán, ott minden receptet megtalál. De azon a Facebook oldalon az is rajta van, hogy hol milyen adást tartunk, és rajta vannak a kapcsolatépítő programok is, a bibli programok is, tehát mindent lát, egy recept miatt fölmegy, és látja, nem titkoljuk el, hogy kik vagyunk és mit csinálunk általában. Minden ételnél nagyon figyelünk arra, jól néz ki? A díszítés, nem? A design. Szépek az edényeink, szép az étel, ki van díszítve, időt szánunk, és arra tanítjuk az embereket, hogyha reformot szeretnél elérni az embereknek az életében, nagyon fontos az, hogy amit kínálok a számukra, ők jönnek abból, hogy mindent tettünk, mindent ittünk, semmi nem számított, de betegek is lettünk. De amit kínálunk számukra, az legyen egy alternatíva, egy választható alternatíva, jól nézzen ki, gusztusos legyen, szépen legyen tálalva, és ne legyen kényszer, hanem választható alternatíva.
És mindig azt tanítom az embereknek, hogy otthon is, a saját családunkban legyünk erre igényesek, hogy ne sajnáljuk azt a plusz 3 percet, amikor azt mondom, hogy kiteszem a tányér és kicsit kidíszítem gyerekeknek, idősödnek különösen, nem? Teljesen más úgy egy ételt kapni, hogy picit oda tettem és kicsit kidíszítettem, nem? Mint hogy azt mondom, vegyél magadnak, gyerekem. Teljesen más ez a kérdés. Azt mondja, hogy saját érdekükben, amíg lehetőségük van, képezzék magukat a betegségek azok okainak, megelőzésének és gyógyításának tekintetében. Feleségem mindig mondja, hogy mikor hagyom abban már a tanulást. Régen nem tanulok természeti iskolában már, de szinte minden nap kell valami tanulni, olvasni, fejlődni, új előadásokat írni, készülni, hiszen mindig változik a világ, és jönnek az új eredmények, és nyomon kell követni, és nekünk mindig a legfrissebbet kell mondani. Akkor látják, hogy napra készek vagyunk, és a legújabb eredményeket kell mondani számukra, ami elfogadható. Nem azokat a történeteket elmondani, amik 20 év este még a közösségünkben, nem? Hanem azt, ami most történt meg velünk, ami éppen benne vagyunk, azt, ami ők is éreznek. Azt mondja, akik ezt teszik, a munka mezőjét bárhol megtalálják. Bárhol, hol vannak. Egy alkalommal Belgrádban voltam, és ott tartottam egy képzést az egyetemen, és tényleg nagyon sok előadást tartottam, egy nap átlagosan 5 és 7 előadást tartottam egy nap. És amikor éppen nem előadást tartottam, akkor beteget hoztak a városból tanácsadásra, tehát kiszámolták, hogy mikor van szabad órám, és arra beszerveztek mindig egy beteget. És hogyha leültem reggelizni, vagy ebédelni, akkor meg akik készültek a tanfolyamon, azok jöttek ülni mellém, hogy meg ott is kérdezhessenek a problémáikról, a lehetőségekről. És a csúcs az volt, hogy minden nap volt nekik reggeli torna is, és ilyen futás volt, és azt tapasztaltam, hogy amikor elmentünk reggel futni, még futás közben is mellé futottak, hogy futás közben is kicsit beszélgessünk, még van még kérdésük. Értitek? Tehát ha azt mondja, hogy akik ezt teszik, a munka mezőjét bárhol megtalálják, bárhol megyünk. Tehát hogyha kimegyek ebből az épületből, és elmegyek a Tesco-ba, találkozok valakivel, akinél meglátok egy szükséget, akkor azt mondom, megszólítom és mondok neki 2 keresetlen szót. Egy újabb lehetőséget ad ez az ember számára. Azt mondja, hogy ott szenvedő egyéneket találnak, olyanokat, akinek szükség van segítségre, de nem csak a világban, a gyülekezet tagjai között is. Higgyétek el, én hozzám, akik jönnek személyes tanácsadásra, nekem egy ingyenes tanácsadásom van, nem kellett semmit fizetni, ingyen van. A fele adventista, a fele nem adventista. A gyülekezeteken belül is ugyanúgy rengeteg probléma van az egészség terén, tehát bőven van, hol fejlődnünk és tanítani a gyülekezeti tagokat is, a közösségeket is. Egy szomorú idézet az utolsó napok esemény című könyvből. Azt kívánom mondani neked, lelkészi vonalon hamarosan nem lehet munkát végezni, hanem csak egészségi vonalon. És tényleg most ott tartunk lassan, belegondoltok, 2020 február 1-e van ma, vagy 31. Ha be akartok menni egy műfázba, azt fogják mondani, hogy bocsánat, nem tudunk termet adni. Nincs szabad termünk. Annyi programunk van, hogy nincs szabad. Nem kellnek ezek az előadások. Épp elég programunk van. Tehát nem fogunk tudni majd mit kibérelni, ez az egyik. Más pedig az, hogy az embereket nem igazán érdekli az, amit mi mondunk nekik alapvetően. De az egészségünk, a betegségünk, az rák kényszerít bennünket arra, hogy ha látunk egy reménysugát felcsillanni, hogy esetleg valami megoldás lehet, akkor azt mondja, elindulok és megkérdezem, megnézem, nem? Ugye most a klímaváltozás fog beszélni, és a klímaszorongásról beszéltem ugye már délőtt is. A fiatalok középkorúak látják azt, hogy baj van, nincs jövőképük, és ha van üzenetem számukra, ami apró kapaszkodó, akkor is szívesen hallják, mert végre kicsit higgyetek el, az a probléma, hogy a legtöbb ember életben nincsen feloldozás. Csak a szorongás van, a depresszió, a stressz van az életükben, az állandó nyomás, ami alatt vannak, nincsenek feloldozások, kicsit meg tudjanak könnyebbülni. Sokszor tapasztaltam, hogy nem azon múlik a dolog, hogy én milyen okosságot mondok esetleg nekik, hanem az, hogy meghallgattam őket, hogy beszélgettem velük, hogy elmondhatták a problémájukat, és ezt bárki megteheti. Bárki odállhat. Azt mondja, az egészségügyi reform, amit láttam, a harmadik angyal üzenetek része szoros kapcsolatban van vele.
Tehát ez nem egy önálló dolog, hogy ez a harmási üzenet, ez meg az életmódprogram, amit valakik csinálnak, nem? Azt mondja, ez egy szoros kapcsolat. Úgy fogalmaz, azt mondja, ez egy nagy eszköz, melynek segítségével el tudjuk érni a beteg lelkeket, és utat készít más igazságok előtt. Tehát olyan embereket tudnánk elérni, szervuszom is, akiket amúgy nem tudunk elérni. Tehát fontos az, hogy ezt megpróbáljuk. Tehát utat készít más igazságok előtt, kicsit összefoglalom, egy hasító ég a hármasnál győzelet előtt, szorosan kapcsolódik, és a jobb kéz ebben a szolgálatban. Azt mondja a Móra Ferenci kedvenc idézetem, az élet meghosszabbításának egész titka, hogy meg ne rövidítsük. Hatékony, nem? Szerintem nagyon ütős. És ma az emberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy megrövidítsék az életüket. Olyanokat tesznek, amit nem kéne. Össze-vissza gyors étel, félkész étel, tartós étel, túl sok sósat tesznek, túl sok cukrosat tesznek. Nagy dolgok ezek önmagába? Nem, nem. És nem is tudják azt, hogy igazából szabadna, vagy nem szabad ezeket enni. Nagyon fontos az, hogy azt mondja a prostság lelke, hogy ha megismertél egy jó üzenetet, akkor te magad valósíts meg, és utána szorgalmasan kezd el tanítani másnak is. Ez nagyon fontos, hogy megismerted, valósíts meg, és kezd el tanítani. Ez a hármas egység. Egyszer egy alkalommal előadást tartottam itt 100 ember előtt körülbelül egy este, és másnap egy nagy üzletben, a Herbaházban találkoztam két hölgy, aki volt az esti előadásomon. Oda jöttek, köszöntöttek örömmel, én nem is tudtam, hogy ott voltak, én 100 ember, mert megismerni mindenkit. És hogy ott voltunk ám tegnap este az előadásra, nagyon jó volt, egyébként meg megnézhetjük, mi van a kosarában. És akkor mindent megnéztek, amik volt a kosaramban, jó szépen nem tudták fel, de belnéztek, megkérdezték a véleményemet, és akkor látták, hogy amiket vettem, az ugye az volt, amiről este beszéltem, akkor azt mondták, hogy most megnézni azt, hogy amit ők eddig választottak, az olyan megfelelő? Tehát a hitelesség pecsétje rajta van azon, hogy amit élek, amit mondok, az megegyezik, egységben van egymással, már nem, akkor olyan gyorsan hitelet veszíti valaki. Nem mondhatom azt, hogy ezt a programot csináljátok, de amúgy én nem így élek. De hallottam olyanokra, akik így élnek, és ez nagyon jó. Tehát nem. Tehát nekem azt kell elmondani, és tőlem általában az emberek két dolgot szoktak megkérdezni. Az egyik az, hogy mi volt a reggelim, vagy mi volt az ebédem, tehát mit ettem, és az, hogy az alapanyagot hol lehet megvenni. Ez a két legfontosabb kérdés. Higgyétek el. Mert ha látják azt, hogy én kabásból tudom mondani, hogy mit reggeliztem, és egyből mondom receptet is fejből akár, akkor azt mondja, hát igen, hiteles, látom rajta. Amúgy meg látszik rajta, hogy ez egy kicsit vékonyabb az átlagnál, nem? Tehát ez fontos az emberek számára. Itt láttok egy nagyobb főzősüli programot, ezt egy színházban tartottuk kb. 100-120 ember előtt, kivetítőkkel, egyszerre 15-en dolgoztak a háttérbe, ahhoz, hogy egy óra alatt 5 ételt elkészítsünk, megtartsak egy előadást. Itt éppen egy orvos barátommal ketten tartottuk előadást, és volt két segítőnk, akik szépen ott készítették az ételeket velünk szinkronban. De 55 percet elkészültek az ételek, közben a háttérbe osztogatták ki az ételeket, kiosztották, és így megették, addig válaszoltunk a felmerült kérdésekre. És előtte, hogy beléptek a kapumával, valakitől megkapták a receptet, ne kelljen semmit se írogatni, csak ami fontos az ő számukra, azt írják fel. Tehát fontos az, hogy jól megszervezett programok legyenek. Erre a programra 3 hónapig készültünk például. 3 hónapig edzettük a gyülekezeteit, tagokat, hogy mit fogsz csinálni, mit fogsz mondani, milyen könyvet fogunk kivinni, megmutatni, mit szabad mondanatok a vendégeknek, nem? Fontos az, hogy ezekre mind felkészüljünk, és akkor van eredmény a programnak. Azt mondja Ellen White, ha helyes egészségügyi és mértékletességi elveket képviselünk, akkor lennie kell figyelemméltó dolognak a hitvallásunkban is. Hogyha romlok az egészségügyi misszió elvei terén, azt mondja, hogy romlunk, arról a hatásban nincs, amit az embereket tudunk tenni. Azt mondja, hogy rendszeresen, szervezetten lássatok hozzá, hogy kiemeljétek a gyülekezeteket a holtpontra, ahova évek óta lesüllyedt. Egyszer egyik gyülekezetbe ott hagytam az esernyőmet. Egy szombat, ott szolgált, ott hagytam az esernyőmet.
És mondtam, hogy semmi gond, hát fölhívtam a helyi presbitert, légy szíves, mondd meg, hogy melyik nap vagytok ott a héten, és le kedden ott vagytok, vagy szerdán. És akkor én bemegyek itt, és elhozom a program elején. Hát sajnos kedden sem, meg szerdán sem. Akkor mondtam, hogy esetleg a péntek esti imórára bemehetnék hozzátok, hogy akkor elhozzam az esernyőmet. Ne arra, ugye péntek esten tartunk imórát. És mikor mehetek? Hát szombaton, gyere, ott vagyunk. Értitek? És akkor mi volt a gyülekezet missziója? Ha semmire nem hívják az embereket, csak önmagában a szombati alkalommal hívták az embereket. Vagy persze arra sem hívták igazából. Ki jött, jött, és az elég is volt. Azt mondja, valahol a gyülekezeténk olyan holtponton vannak sok esetben, nem? Abban is látjuk, hogy nem nagyon jön be új ember, nincsenek nagyon új keresztségi felkészítések, aztán persze keresztelendő sincs, csak itt meg lehetne keresztelni. Hiszen elveszítettük a kapcsolati tőkénket, akiket tudnánk barátként meghívni programra. Olyan szépen mondja Ellen White, nagyon szeretem ezt az idézetet, ez Bizottságtételek a Lelkészeknek című könyvben van, így hangzik. Küldjetek munkásokat a gyülekezetekbe, hogy feltárják az egészségügyi reform elveit kapcsolatban a harmadik angyal üzenetével minden családnak és egyénnek. Buzdítsatok mindenkit, hogy részt vegyen a embertársaiért folyó munkában, meglátjátok, hogy az élet lehellete milyen gyorsan visszatér a gyülekezetünkbe. Mit kell tenni? Felpezsegni a gyülekezetek, el kell kezdeni dolgozni. Emlékszek rá, amikor tartottuk ezt a színházi programunkat, hogy látják egy csapatot a segítők közül, mindenkin egyen póló van, életmódon az egészségért, mindenki ugyanolyan látja mindenki róluk, hogy ők a segítők, ott vannak, mosolyognak, segítenek. És tudjátok, minden héten evangelizáltunk, és minden szombaton arról beszéltünk boldogan, hogy mi történt szerdán. A gyülekezet két dolgot szokott beszélgetni szombaton délután. Az egyik a misszió, másik pedig a pletykálkodás. Nem? Valamiről petyizünk. Nem légy lenne, ha misszióról beszélnénk? És tehát nagyon szomorú, mert azt mondja Ellen White ezzel kapcsolatban, ha a gyülekezetben felüti fejét az irigység, a pletykálkodás, akkor a Szentlélek visszavonja az ő hatását, és akkor a misszió nem tud. Mi sok mindent erőköthetünk erőfeszítés izomból, de ha nincs a lélek rajta, akkor nem fogunk tudni eredményt elérni. Tehát sokkal jobb, hogyha a misszióra fogunk beszélni. Itt éppen egy gyülekezetben tartottunk ilyen egészségexport, a gyülekezetben kipakoltuk, megtöltöttük szépen asztalokkal, székekkel, beöltöztek a tagok gyülekezetből, ez aztán talán Salgótarjánban volt, és hívtuk az embereket a városba, hogy jöjjenek és vegyenek részt velünk az egészség programon. Ugye mondtam már, hogy ma az emberek nem nagyon tudják, hogy mi az, hogy jó nekünk, vagy nem jó nekünk, mi az, ami javukra válik, meg kell őket tanítani. El kell nekik mondani, hogy megértsék, és elfogadják ezt útmutatásul, hogy jó lenne, hogyha elvekhez alkalmazkoznák. Persze vannak sokan, akik nagyon sok mindent tudnak, de az a probléma, hogy a sok tudásból nem valósít meg szinte semmit se. Én is azt kérdeztem csütörtökön, amikor tartottam a főzősulit, hogy na, milyen volt ez a cukkini krémleves? Mondták, hogy nagyon finom volt. Kérdés. Ki fogja a héten vagy jövő héten otthon elkészíteni? Nem? Különben volt értelme az egésznek? Tehát nem sok, hogyha önmagában nem próbáltunk valamit tenni. Szoktunk tartani főzősuli alkalmakat is, adunk ilyen oklevelet is, hogy elvégezték ezt a tanfolyamot, kapnak oklevelet, örülnek neki, végigjárnak egy 10-12 alkalmat, kiteszik a konyhába, boldogok, hogy megcsinálják a programot. Ez vonzza az emberek számára, hogy mégis kapnak hozzá valamit. Nagyon fontos az, hogy amikor az egészségi törvényekről beszélünk, általában az emberek úgy gondolják, hogy nem akarják ezt megtenni, mert túl nagy az áldozat. De meg kéne, hogy értsék azt, hogy ez nem áldozat, hanem áldás, ami számunkra. Sokszor vannak úgy, hogy kérdezem, hogy hogy élnek, hogy táplálkoznak, persze betegek már, és mondják, hogy hát szokásos táplálkozás, mindent esznek, mindent isznak, naponta háromszor esznek húst, és akkor elmondom nekik, hogy hát talán nem kéne ezt folytatni, változtatni kéne, akkor úgy elszomorodnak. Múltkor voltam egy fiatal pár, és azzal küzdenek, hogy nem jön össze a baba, és hallották egy eladásomban, hogy babaterápiával is foglalkozok, hogy hogyan lehetne elősegíteni, hogy baba szülessen. És jöttek, beszélgettünk egy-két órát, és elmondtam, mit kell tenni, és azt mondta a feleség, szó se lehet róla, ennyit nem ér meg. Inkább fizetünk még egy beültetést.
Azóta se sikerült nekik a beültetése. És súlyos milliókat költöttek már a beültetésekre. De nem akarnak változtatni, nem értik meg, hogy a változtatás, azt mondja Ellen White, felértékelhetetlen áldásnak valósul majd az embernek az életében. Én megtapasztaltam a saját életemben is, hogy amikor változtattam, és sokkal bevethetőbb az ember, sokkal több energiája van az embernek, nem vagyunk betegesek, és nagyobb a terbírásunk, és tényleg sok mindent tud tenni az ember, és ez ma nagyon sokat számít, hogyha az ember mindenkor bevethető. Emlékszem, tartottunk egy nagyon hosszú sorozatot, ami 45 estén keresztül zajlott. 45 este, minden este ott voltunk a művelési házban, tartottuk a sorozatot. Ez 5 gyülekezet programja volt, tehát minimum 5 lelkész volt, a gyülekezetek lelkész is ott voltak a programon. Egy amerikai előadóval dolgoztunk, aki úgy, mint én vegán volt, és gyakorlatilag a 45 nap alatt szinte minden segítőm lebetegedett egy-két napra, a lelkészek, és mindig kidőltek. Egyedül 2 tudtuk végigcsinálni az egész programot, akik végig ott voltunk. Mert azt mondtuk, hogy odafigyelünk, számít, úgy élünk, hogy mindenre bevethetők lehessünk arra, hogy missziónkát tudjunk tenni. Itt éppen egy iskolában tartunk gyerekprogramot. Nagyon fontos az, hogy vannak iskolai gyerek egészségnapok is, amikor egész nap az egészségről szól. Amúgy benne van az iskolai tervben, hogy egészségnapok kell tartani, és mi tudunk ilyet felajánlani, hogy elmegyünk, és minden osztályon tartunk szülőértekezetet, osztályfikon előadásokat, egészségnapokat. Ez egy gyönyörű szép kóstolóasztal, ugye? A gyerekek élvezik, és az egész gyülekezet be tud ebbe segíteni. Azt mondja, hogy tanítsátok meg az embereket arra, hogy egészségük megőrzése fontosabb és egyszerűbb, mint a betegség gyógyítása. Tehát a prevenciót kéne nekünk hangsúlyozni, hiszen mi nem vagyunk gyógyító szakorvosok. Nem is ígérjük azt, hogy gyógyító szakorvosok vagyunk. Arra tanítjuk az embereket, mert ebből nem lehet baj, nem? Hogy hogyan tudod megelőzni a bajt, hogy ne legyen problémád. Természetesen azért azzal is foglalkozunk kicsit tanácsadáson, hogyha valaki komoly problémája van, hogy hogyan tudnak kilábalni belőle. De nem ezt tesszük a fókuszba. Tehát nem csodagyógyítók vagyunk, nem guruk vagyunk, hanem egyszerű házi gyógyulmokat tanítunk az embereknek, amit mindenki meg tud tanulni. Itt éppen látjátok egy ételpiramis, a táplálkozásra tanulnak a gyerekek az helyi általános iskolában. Ezt írja a tanácsok az egészség című könyvben, 1901. Az Úr azt szeretné, hogy minden szolgája ragadja meg az orvosi missziómunkát, kapcsolatot teremtve, így az emberekkel, akiknek a szíve meglágyul, mikor ínségüket enyhítitek. Az emberek szíve meglágyul. Ezt olyan sokszor tapasztaltam. Higgyétek el, hogyha valaki beteg, és hogyha beszélgetünk vele, és megtanítjuk arra, hogy mit kell tenni. Én általában mindig azt mondom, hogy jó, akkor aki kéri, akkor másnap elküldünk neki egy 4 heti menüt, reggeli, ebéd, vacsora, 4 hétre előre, meg vagy mit kell neki enni majd, adok egy táblázatot, hogy hogyan kell a konyhánkba átalakítani az ételeket, az alapanyagokat, adok egy táblázatot, hogy milyen gépeket kell neki beszerezni, mivel megkönnyíti az életét. Nem kell mindent egyszerre megvenni, de ezeket lenne jó beszerezni. Az első egy jó turmixgép, aztán egy apítógép, aztán lehet még variálni. Azt adunk egyszerű tanácsokat, hogyha cukorbeteg vagy, akkor ezt a levelet kapod meg tőlem, hogy mert cukorbeteg vagy, hogyha magas vérnyomásod, akkor ezt a levelet kapod, hogyha B12 hiányod van, akkor ezt a levelet kapod, és mindenki célzottan azt kapja, aminek szüksége van. És akkor megtapasztalják azt, hogy amit mondunk, az működik, rettentő hálásak. És azt mondják általában sokszor, hogy ezt miért nem mondták eddig nekünk? Miért nem tudtunk erről, nem? Miért nem mondták meg azt, hogy ezt másképp is lehetne csinálni? Egy szomorú leírás. Meglepő az a közöny, amely a lelkészeink között uralkodik az egészségi reform és orvosi missziónk a terén. Sok lelkész nem érzik szükségét annak, hogy erről beszéljen, vagy akár önmaga tartson ilyen programokat. Persze vannak nagyon jó példáink, amikor látom azt, hogy lelkészek tartanak el is előadásokat, meghirdetik, és megtartják. Nagyon jó. Majd erről beszélünk, mennyire eredményesek. Azt mondja, ha nem eszmélünk fel, megelőznek bennünket. Amikor elkezdtük ezt a programot 20 évvel ezelőtt, egyedül uralkodók voltunk. Emlékeztek rá, hogy jöttek Amerikából orvoscsoport,
20 éve, és Nagyvárad téren orvos étrenden tartottak előadásokat, és nagyon jók voltak. Én is eljutottam kettőre. Többen fér be az életembe akkor. És aztán közben volt egy egyházi programon, részt vettem, és arról szólt a dolog, hogy hamarosan végre lesz ennek az egész konferenciának, hogy tartanak az amerikai orvosok, és több mint 300-400 járnak erre az alkalomra, hogy valahol kéne folytatni valami utómunkával ezt az egész megkezdet. Itt vannak az emberek. És kerestek egy nagy gyülekezetet, hogy majd akkor ők fogják csinálni. De senki nem vállalta. És egy alkalom mondtam a egyik vezető lelkésznek, hogy én szívesen vállalom a mi kis gyülekezetünkben, majd mi tartunk az utómunkát. Azt mondták, te túl kicsi vagy, majd a nagyokat inkább, ennyi ebben kell nagy hely. De a végén senki meg azt mondták, hogy na jó, akkor tartsd meg te. Előtte soha nem tartottam ilyen programokat. Az egyik egészségnevel eljött az alkalomra, azt mondta, két hétig itt lesztek veletek, mindent megmutatok, mindent megtanítok, de amikor elmentem két hét múlva, neked minden héten kell ezt folytatni. És embereket meg kell őrizned. Rengetegen jártak az alkalomra, elkezdtük tartani a programokat, kérdeztem, mi a segítség? Azt mondta, a Biblia, meg Nagy Orvos Lámián című könyv, ennyi volt, semmi más, ezzel nyitottunk. És azóta eltelt 20 év, és folyamatosan tartjuk ezeket a programokat különböző helyeken. Különbség az, hogy ma már nem csak a mi gyülekezetünkben, sok gyülekezetben, nem csak Magyarországon, hanem Romániában, Boszniában, Szerbiában, Montenegróban, Angliában, tehát több országban is eljutunk ezekkel a programokkal, és tudunk erről beszélni. Nagyon fontos az, hogy azt mondja, tudni kell, hogyan segítsen a betegségeken. Tudni kell azt is, hogy hogyan kell ezt a házat kezelnünk, amiben élünk, és tanítani is kell ezt. Egyik kollégám tegnap egy kis balesetet szenvedett, és egy fába levő tüske átszúrta a cipőjét, és a lábfejébe beleszúródott, és kis vett észre, hogy benne van a tüske, ami megkelt már, és földagadt neki nagyon, és hát baj volt, fölhívott, hogy mit csináljak. És mondtam, semmi gond, azonnal tessék, megmondtam kihez menjék, kérj tőle egy csomag aktív faszenet, menjél az első boltba, vegyél őrölt lemmagpehet, utána a kettőt keverd össze fele-fele arányba, kicsi vizet tegyél hozzá, dolgozz össze annyira, hogy ne legyen folyós, olyan kicsit olyan iszap jellegű legyen. Aztán vegyél egy nagy gézlapot, ami körülbelül 2 centivel nagyobb minden oldalra, mint a seb, ami begyulladt neked. Tedd rá a faszonet, körülbelül 1 centi magasságba. A tetejére tegyél még egy gézlapot, az egészet fordítsd rá a sebedre, kösd be, este lefekvéskor, és egészséget tartsd rajta, reggel meg dobd ki, és nézd meg, hogy mennyire illatos lesz, büdös, akkor tudjuk, hogy kiszisztva a gennyet és a váladékot. Egyszerű gyógymód. Nem? Hát ha tudunk ilyen egyszerű gyógymódokat, és most csak egy példát mondtam, akkor azt mondja, hogy akkor tudunk segíteni, és ez valóban működik. Egy alkalommal egy kismesnek a fején lett egy hatalmas zsírmirigy, itt a fején. És egy fel volt dagadva, mindig úgy kellett fésülni a haját, hogy hát ne látszódjon az a hatalmas kis zsírmirigy, és hiába ment orvosokhoz, nem tudtak vele mit kezdeni, és ő találkozott velem, ugyanezt a receptet elmondtam neki, bekent és közölte velem, hogy 3 hét alatt megszűnt a zsírmirigy. És akkor feljövett egy fél év múlva, te figyelj, a férjemnek a hátsó feltáján is kijött egy ilyen zsírmirigy. Esetleg oda is jó lenne, úgy mind nekem a fejemre. Amúgy a férje abszolút ilyen, azt mondta, hogy hát semmi nem működik, tehát az egészségből. De hát mi a fájt neki megpróbált, és képzeljétek el, 1 hét alatt megszűnt. Tehát ha tudunk ilyen egyszerű gyógymódokat, egyszer elhívtak egy beteghez, és 80 éves volt a néni, azért hívtak, mert állandó székrekedése volt, és rosszul volt, beteges volt, hetente egyszer, hogyha kapott ricinus olajt, akkor talán valahogy meghajtotta, és mondtam, hogy akkor annyit kell tenni, hogy kell venni patikába a doktoros tejbelgek asszalt szívva levet, abban 1 kupica reggel, napközben igyon meg le 2 liter vizet, egyen meg egy almát, és délben egyen meg 1 munkáskanál hidegen sajtolt lemmagolajat. Hát ezek nem olyan dolgok, nem? Pénzben sem olyan túl sok dolog. Ők elfogadták ezt, és közölték, hogy 2 hét múlva a néninek teljesen beállt a széklet problémája, ért még 3,5 évet a néni, és soha többet nem volt széklet problémája. Azt mondta a férj nekem, hogy a felesége annyira elégedett magával, hogy maga bármit mondhat neki, minden el fog fogadni. Mert olyat mondtunk,
Olyat mondtam, ami számára hiteles volt, elfogadható, megvalósítható, nem került sokba, és működött. Tehát ez nagyon lényeges ebből a szempontból. Azt mondja, állhatatos illetünk keltsen bizalmat és ébreszten vágyat arra, hogy megtudakolják, miért hisszük azt, amit hiszünk, azután hív meg őket szombati istentisztek látogatására is. Tehát ha már van bizalom, mert csak akkor kezdem el meghívni a gyülekezetbe, nem? Különben nem hívom meg a szombati gyülekezetbe. Sokszor megkezdem a betegeket, hogy szeretnélek, hogy imádkozzak a tanácsadás végén önért. Mindenki kéri általában, hogy imádkozzak érte, nem? És ha megtapasztalja azt, hogy ez működik, és tudunk segíteni, akkor tényleg jó. Egy kis idézet, hogy mennyire messze van ez az egész, milyen messze indult. Hallottatok John Bates kapitányról? Adventista üttörők. Tengerésztiszt. És csak az életéből pár momentum, hogy honnan indult ez az egész egészségüzenetnek a hatása. 1821 abba hagyja a rövidtalak fogyasztását. 22 megszabadul a bortól, 23-ban a dohánytól, 24-ben minden alkoholtól, 31-ben lemond a kávéről, a teáról, 43-ban azt mondja, nem eszek több húst, és később abba hagyja a vaj, zsír, sajt, pástétom és egyéb zsíros sütemék fogyasztását is. Lehet így is, nem? Hirtelen tette az egészet? Nem. Meggondolta, megfontolta, megvalósította, és haladt ezen az úton szép lassan is. Még később időskorában is nagyon hatékony evangelizáló személy lett belőle, prédikátor személy volt amúgy. Itt van egyszerű gyógymadok, a tiszta levegő, a napfény, a méltetesség, a pihenés, a testezés, a megfelelő táplálkozás, a víz használata, az Istenbe vetett hit, ezek az igazi gyógyszerek. Sokszor mondják nekem, hogy hát ennyi az egész, csak ennyi. És tényleg csak ennyi, tehát működik a dolog. Persze, hogyha valakinek komoly problémája van, a héten is volt egy rákos esetem, nyirokmirigy rákot, elmondtam, hogy hát ebben a stádiumban azt tudom mondani, hogy én most elmondom, hogy mit tehet ebben a stádiumban, mit nem szabad többet fogyasztani, és mit kell helyette fogyasztani. Ebből valósítsa meg a 100%-ot, amit elmondtam, nincs kevesebb, csak 100%. Aztán kezdjen buzgón imádkozni, hogy Isten hozzátesse a maga 500%-át. És akkor van csoda, van gyógyulás. És ezt így is fogalmaz meg Ellen White. Mi nem tudunk gyógyulást előidézni, nem tudjuk a test beteg állapotát megváltoztatni, viszont amint egészségügyi misszionárusnak, Isten munkatársainak az a feladatunk, hogy használjuk ezeket a gyógymódokat, amelyeket ő bocsátott rendelkezésünkre, azután pedig imádkozzunk, hogy Isten áldja meg ezeket az eszközöket, hiszünk Istenben, egy olyan Istenben, aki hallja és megválaszolja az imádságot. Itt van a mi erőnk. Ettől működnek azok a dolgok, amiket igazából tanítunk. És itt egy idézet, ami erről a kétszerte hatékonysággal beszél. Az evangélium munkása kétszer olyan hatékonyan végezheti munkáját, ha tudja, hogyan kell a betegséget egyszerűen kezelni. Itt nem arra van szó, hogy orvosról beszélünk, vagy lelkészről. Bárki, aki az evangélium munkása, aki megtanulja az elveket, arról mondja azt, hogy kétszer hatékonyan tud segíteni, akár testi egészség terén, akár a lelki egészség terén is. Azt mondja, a testi szenvedés enyhítést se alkalmat ad a lelki ínségük enyhítésére. A másik dolog az, hogy legtöbb esetben, amikor valaki beteg, azt is nagyon megtapasztaltam. Például, mondok egy példát, jön egy hölgy hozzám, és közli velem, hogy sajnos megállapították, hogy melldaganata van, és kér segítséget. És akkor elkezdünk beszélgetni. Én már tudom körülbelül, hogy ha terem a kis beszélgetést, akkor vissza kell mennünk az ő múltjába, hogy mi volt a kiváltó ok, ami a folyamatot elindította. Azt mondja Thomas Mann, mélységes mély a múltnak útja. A múltból hozunk különböző valós vagy valótlan sérelmeket, bántásokat, fájdalmakat, amik a lelkünket megbetegítik, és a lelkemet megbetegíti, előbb-utóbb fizikai tünetet fog produkálni. Egy hölgynél általában négy komoly dolog szokott lenni, ami oda vezethet, hogy egy daganat kialakuljon. Az első dolog az, hogy meghalt a társam, meghalt a férjem, vagy meghalt a gyermekem, ez ugyanaz a kategória.
ha meghal a szülőm, akit nagyon szerettem, és azt a szülőt, akik évek keresztül ápoltam, az százas veszélyzóna gyakorlatilag. Aztán, hogy ha megcsaltak, az is ugyanilyen zóna. Ha elhagytak, megcsaltak és elhagytak, az is ugyanilyen zóna, tehát már nem kellek, ugyanúgy jöhet a betegség. És hogy van valami különleges munkahelyi stressz tényező, az szintén. Tehát, hogyha ezek ott vannak az életünkben, mi köze ennek a daganathoz, nem? Látszólag. De ha önmagában semmi más nem teszünk a pacienssel, csak annyit teszek, hogy kivágom neki a daganatot, és minden más a lelki terrel elmegy tőlünk, akkor mi fog történni? A daganat visszajön egy másik helyen, csak már nagyobb lesz, és rossz indulatú, és nem műthető. És azt mondják neki mondani, amit sokszor hallok, hogy nem tudunk már nagyon segíteni, tessék a beteggel sok időt tölteni, és utolsó napjait tegyék egy kicsit szeretetteljessé. És ezt mondják. És ez szomorú, de ezt mondják. Azt mondja erről a munkáról, az egészség munkáról, hogy az evangélium helyes értelmezése. Az evangélium helyes értelmezése az egészség munka, amit jól alkalmazunk, tényleg sok embert tudunk elérni. Itt vagyunk például, ez a Polus Centerben tartottunk egy egészségprogramot, kivonultunk, képzeljétek-e, ingyen megkaptuk a helyet. Kötöttem szerződést a házzal, hogy én viszek 16 embert, 16 bannert, eszközöket, szórólapokat, recepteket, kóstolókat, mindent mi viszünk, maguk meg adják a termet. Azt mondták, hogy sajnos nem lehet pénz nélkül adni a termet, tehát kérnek 200 fontot a teremért. De szeretnék utána szerződésben foglalni, hogy 2000 forinttal támogatják a program megvalósítását. Tehát akkor mennyire kaptam a termet a végén? Semennyiért, ugye? Nulláért. Ebben a házban egy hétvégén körülbelül 11 000 ember fordul meg. Ez az ő statisztikájuk. Tehát oda megyünk, beszélgetünk az emberekkel, felhívjuk a figyelmét az egészségi lehetőségre. Jézus példát mutat számunkra, hogy kihez kell mennünk, azt mondja. Mindig a legénységesebbekhez került közel, a legreménytelenebbekhez került közel, mert rokonszerve által magához vonzott őket, és ők közeledtek hozzá. Rólunk meg azt mondja gyakorlatilag, hogy mi nagyon eltávolodtunk a szenvedő emberektől. Tehát kéne nyitnunk az emberek felé, hogy újra kapcsolatot építsünk, enyhítsük az embereknek a szenvedésén, a problémáin és a fájdalmain. Itt például egy boxgálán voltunk, ide is elmentünk, ez egy boxgála volt, ahol még ilyen falmászó versenyt is rendeztek, és még koncertek is voltak. De elmentünk egészségbetérő sátorra, és jót mosolytunk rajta, jött a Kália Sanders, ez egy magyar énekes, ő éppen énekelt, mi meg éppen vérnyomást mértünk, és a gyerekek mentek a koncertre, az összes felnőtt átjött hozzánk a tanácsadásra. Telt házunk volt nekünk is. Mindenki megtalálja azt, amit ő érdekli. Tehát Jézus oda ment, azt mondta, szerte járt Galileában, és megkereste azokat, akik ínségben vannak. Nekünk is oda kell menni, ahol az emberek vannak, és nem arra várni, hogy már talán méltóztatnak bejönni egy ilyen szórólapra a mi gyülekezetünkbe, amit éppen tartunk, mert mi kigondoltuk, hogy nekik ezt fogjuk tartani. Hol van itt a szükség, meg az igény felmérése, meg az emberek megkeresése, akiknek szeretnénk segíteni. Azt mondja, az evangélium szolgái legyenek arra képesek, hogy az egészség és életmód elvét tanítsák. Az embereknek rá kell ébredniük arra, hogy a jólétük az egészség elvének megvalósításától függ. Tehát, hogyha elveket gyakorlunk az életünkben, attól függ a jólétem, hogy mennyi leszek egészséges, és mi fog velem történni. Hogy állunk idővel körülbelül? 30, hány percem van, akkor 7 percünk van, ugye akkor még? Jó, mehetünk picit tovább akkor. Azt írja itt a profitság lelke. Testünk, lelkünk pusztulását csak úgy akadályozhatjuk meg, ha tartózkodunk mindattól, amit Isten megtiltott. Isten adott olyan elveket számunkra, meg azt mondja, hogy hát ne legyünk vésztúrt esetleg, nem? Leírja. Nem? Meg azt mondja, hogy Mózes könyvében, hogy vért meg kövérjét nem kell talán fogyasztanunk, nem? És akkor még a vért hagyján nem eszik az adventisták, de a kövérje azt mondja, hát a libazsír, mert a kocsizsír az mehet, és elfelejtjük, hogy a libazsír, kocsizsír az is kövérje.
pedig ezt javasolja a számunkra. Aztán mondtam egyik nap például a baromfivésli esetét, hogy szó nélkül megesszük a baromfivéslit a boltokból, mert az baromfivésli, de nem nézzük meg a címkét, hogy ez csak azt jelenti, hogy van benne 8% baromfi hús is. Akkor ezt írják rá. De attól még van benne disznópörsz, meg minden. Ugyanúgy. Tehát ezzel tisztában kell lennünk, és tartózkodni attól, és most csak pár példát mondtam, ami kéne. Ez egy kedvenc idézetem, azt mondja, szent kötelességük azoknak, akik főznek, hogy megtanulják, hogyan készítsenek egészséges ételeket. Sokan pusztulnak el a rossz szokáskodás következményeképpen. Szoktuk is mondani, hogy azért olyan sok a beteg, mert szakásból több van, orvosból meg kevesebb. Nem? Így van. És ahogy főzünk, ami szokást hozunk otthonról, azzal fogjuk aztán vagy egészségesíteni magunkat, vagy megbetegíteni magunkat. Tehát meg kell tanulni azt, hogy hogyan főzünk. Először furcsa volt nekem, hiszen elég fiatalon kezdtem ezt az egész programot, hogy hogyan az ki, hogy én most kiállok egy férfi, és nekiállok középkörű hölgyeket főzésre tanítani. Aztán rájöttem, hogy nincs ebben nagy csoda, mert nem tudják. Mindenki tud általában, és higgyetek el, az emberek általában tudnak 10 fajta ételt, és mindig ugyanazt a 10-et főzik rutinból. Ezek a standardek, nem? Csirkepörkölt nokedlival, rántott hús petrezses burgonyával, és akkor minden vasárnap ez van kis variációval. Tehát nem kell szégyenünk, meg kell őket tanítani arra, hogy milyen elveket használunk. Ez egyik jó idézet. A jó kenyér készítése figyelmet és gondosságot igényel, több vallás van egy jó cipóban, mint sokan gondolnák. Van egy jó kenyerünk, hogy szoktam sütni, és ez mindig ízlik a vendégre. Kérdezik tőlem, hogy hát hogy készült ez a recept? Mondtam, hogy úgy, hogy ezt a receptet kb. 5000-szer sütöttem már meg. Tehát 5000-es sütés eredménye van ebben a kenyérben, tehát kikísérteztük, tudjuk, hogy kell készíteni, és tényleg akárki megkóstolja, pár amikor meg is pirítom egy kicsit, szuper, olyan illata van a kenyérnek, hogy szenzációs. Tehát egy jó cipóban több üzenet van, mint esetleg, hogy én bármit is mondok. Higgyetek el, valaki beszélhet gyönyörűen Dániel könyvéről, jelenések könyvéről, de ha életében nem látszik az, hogy az élés is nincsenek elvek az életében, azt mondja, hogy sajnos láttam az illető életét, nem kérek abból, amit mond. Hiába mond szépeket és jókat. Fontos az, hogy hitelesek legyünk. Nagyon fontos az, itt is egy MIF-házban voltam, ott megadás, hogy a vendégek általában mindig előbb érkeznek és tovább maradnak. A később mindig az adventisták, akik beesnek kezdésre, egymással beszélget, vagy hogy beülnének, bevegyülnének a vendégek közé, és elkezdenek velük kapcsolatokat létesíteni. És megközelíteni őket, köszönteni őket, beszélgetni velük, adni egy receptet, kérdéseket tenni fel az ő számukra. Azt mondja a bizonyságtételek, a vihar közelek, könyörtelen tombolása, felkészültünk-e a találkozásra? Most 2020-ban ez itt érezzük a bőrünkre, nem? Az embernek gyomorba rándul a gyomrunk, ha belegondolok abba, hogy az elmúlt évben hányszor esett jégeső, hogy Párizsban 45 fokot mértek, hogy Grönlandon 21 fokot mértek, hogy hány cunami, hány tájfun, hány monszun volt, hány földrengés volt, hány vulkánkitörés volt, nem? Mindig volt ilyen, de ezeknek a száma drasztikusan megemelt. Utolsó 10 évben olyan magas a számok, erre vannak statisztikák, amik azt mutatják, hogy valami nagyon közeledőben van, és ezt az emberek is érzik amúgy, hogy valami nagyon közeledő félben van. Ezért mondja azt, hogy amint a vallásos agresszió lerombolja a szabadságokat, kedvezőtlen helyzetbe kerülnek azok, akik kiállnak a legismert szabadságáért. Ezt is tapasztaljuk azért már, nem? Látjuk az egyházak közeledését, látjuk azt, hogy vannak olyan egyházak, akik vezető szerepet őrnek, látjuk már ezt, és a politika behódol nekik, és így folytatja. Saját érdekünkben, amíg lehetőségünk van erre, váljanak képzetté a betegségek okainak, megelőzésének, gyógyításának terén, akik így tesznek, mindenütt találnak majd elvégzendő feladatokat. Akárhova megyünk, biztos lesz majd ott valaki, akivel szóba tudunk állni, akin tudunk segíteni. Fontos, hogy tartsunk főzőköreket, azt mondjuk, tanítsátok őket az ételek elkészítésének mind jobb módszert alkalmazzanak. Tehát mindig jobb módszert, még jobb módszert alkalmazzanak. Tanítsunk főzéstechnikát, ízesítést, ételeket, alapanyagokat. És mindenkit arra buzdítsunk,
hogy add tovább. Ne sajnáld, ingyen van recept, ingyen kell továbbadni, nem? Vigyetek belőle, adjátok más embernek is, és beszéltek arról, hogy lehet ezt másképp is készíteni. Itt is láttok egy főzősüli alkalmat, amikor éppen főzünk. Itt Anitával és Steve-vel készítjük éppen a színházban az ételeket, kivetítővel. Azt mondja, ezt az üzenetet kell határozottan és világosan, hogy az emberek megértsék azt, hogy egy áldás lett az ő számukra. Itt a feleségemet tartunk egy színházba, egy másik előadást. Jól néznek ezek a programok? Nem? Rengeteg gyümölcs, színes asztal, le vagyunk öltözve, köpenyekben, bannerek vannak. Tehát vonzó az emberek számára. Amikor ben voltam legutóbb az alpolgármester asszonynál a kerületben, és mondtam, hogy milyen egészségügyi programunk van, és hogy éppen a klímaváltozásra fog tartani egy sorozat, azt mondta, az ott az első kérdése, hogy megengedem azt, hogy a héten alakult egy klímabizottság a kerületben, hogy átadja a meghívónkat, hogy lássák, hogy van, akik erre már dolgoznak és tesznek valamit a kerületben. Nem a nulláról kell indulni? Hát persze, hogy ne. Tehát olyat kell mondanunk, ami vonzó és érdekli az embereket. Az is fontos az, hogy simán megtehetem azt, hogy megkérem a hallgatókat, hogy segítsenek nekem a programnak az elvégzésében. Én nagyon sokszor jártam úgy, hogy hát úgy alakult, hogy senki nem tudott jönni a gyülekezetből segíteni. Vagy csak egy személy tudott jönni. Épp nem értek rá a testvérek. De ott voltak a vendégek. És a vendégek felálltak, és megkérdezték, miben segíthetünk. Egyik pucolta a répát, másik a krumplit, másik kevergetett, kavargatott, kiosztották az ételt, a végén elmosogattak, mindent elpakoltak a vendégek, míg én beszélgettem a többi vendéggel, és mondták, Karcsi, mindenre végeztünk, mehetünk haza. És tudjátok, milyen boldog voltak, hogy segítettek? Én meg szomorú, hogy hol voltak az én gyülekezeti testvérém, akiknek ebben úgy lett volna egy kis helyük ebben a programban. Persze nálunk azért van segítség a gyülekezetemben, de én elég sok más helyen is járok más gyülekezetekben általában. Hogyha van igazából 2-4 ember a gyülekezetben, vagy mondta a Szabó testvér, hogy ha van 2 ember, aki elkezdett és várja a csodát, az meg is fogja értékelni a csodát, és meg tudja tenni. Sokszor egyedül megyek és egyedül tartok programokat, és mindig egy csomó mindent viszek magammal, hogy látványos legyen, de minél többen vagyunk, annál könnyebb ezeket a programokat megtenni. Persze mindenki kell képezni arra, hogy tudja, mit kell mondani, hogy kell mondani, mert akkor leszünk eredményesek. Még van 2 percünk, hogy hogy állunk? Nincs. 41? 40? Akkor 5 percet még behúzunk, jó? És akkor Alex, megkaptuk a kérdéseket? Jó, akkor 5 percet, és akkor befejeztük, és akkor jöttem a kérdések. Azt mondja, nem szavak, hanem tettek kellenek. A mindennapi cselekedetek többet mondanak, mint a szavak áradata. Tehát amire az embereknek szüksége van, az nem a, most csúnyán mondom, jó, a duma, hanem a gyakorlati segítség. Ha azt mondom én neki, hogy hogyan kell az ételt készíteni, hol veszi meg az alapanyagot, milyen eredményt tud el elérni, és megmutatom neki, hogy ezt hogy kell elkészíteni a gyakorlatban. És higgyetek, olyan is volt, hogy kimentem a családhoz, a családnál főztem, megmutassam a betegnek, hogyan kell az ételt elkészíteni. És megmondtam a legelején, hogy a számla kifizetve, Isten már kifizette a munkadíjamat, tehát önöknek nem kell semmit fizetni, nem a pénzért megyünk oda. Hogy mennyire hálásak tudok lenni az emberek ilyenkor. Ha egyszerű gyógymunkat használunk. És azt mondja, hogy ha látják, hogy élek, hogy dolgozok, ez vonzó nekik, ez vágyat ébreszt arra, hogy lássák, hogy mit fogunk tenni. Fontos az, hogy építsünk szanatóriumokat. Olyan helyeket, ahol, és olyan szépen mondja, hogy megint a professzor lelke, figyeljetek olyan használatot, szanatóriumunk segítenek kell, hogy Isten népének száma beteljék. Azért ez komoly üzenet, nem? Kellene egy számnak, ami Isten népének a száma. Hogy az elérje a kellő mértéket, na erre valók a szanatóriumok, ahol az embereket meg lehet szólítani gyakorlatilag. Itt éppen egyik szanatóriumban tartok tanácsadást, együtt ebédelek a paciensekkel. Ez a Hergéli szanatórium, amihez tartozunk. Itt mutattak egy másik új helyet, ennek az építésén éppen most dolgozom, ez Barlaiden lesz, egy 50 ágyas szanatórium. Szeretnénk, ha 2 éven belül elkészülne és működne már ez a szanatórium. Jól néz ki? Várunk segítőket, jó? Kell kertész, szakács, pék, sofőr,
diabetikus, dietetikus, orvos, belgyógyász. Sok minden kell egy ilyen programhoz. Barlahida, Zalaegerszegről, délre 23 km, Barlahida. Igen, igen. Azt mondja, hogy az evangélium szolgája kétszerűen eredményes munkát végezhet, ha képes betegeket gyógyítani. Jegyezzétek meg, kétszerűen eredményesek lehetünk a misszióban, is embereket tudunk elérni, ha használjuk az egyszerű kezeléseket. Azt mondja, ha csak fele annyit prédikálnánk, de két annyi személyes munkát végeznénk otthonainkban és a gyülekezetben, meglepő eredményt láthatnánk. Fele annyi prédikáció. Az a baj, mi megszoktuk, hogy sokat beszélünk, és sokszor az utcán is elkezdünk prédikálni. És az embereknek nem erről szükség. Egyszer kijöttem egy nagy gyülekezetből, az a terezesi gyülekezet volt, és megelőzött egy kicsivel egy testvérnő, nem mondom a nevét, és a szomszéd utcában, azt hiszem Marad utca sarkán van a orosz nagykövetség, ott állt egy rendőr, mindig ott áll, figyelik a nagykövetséget, mert odaértem, mert a rendőrt éppen megmissziózta. És éppen már jelenésre könyvénél tartott. De 5 percre váltunk le az ajtóba. Szerintetek arra volt annak a rendőrnek szüksége? Nem biztos, hogy erre van szüksége. Tehát ne prédikáljunk túl sokat a szószéken se, meg ne akarjunk prédikálni a magánéletünkben sem sokat a kollégáknak, a munkatársaknak, inkább szeressük őket, és segítsük őket, és szeressük be a gyülekezetbe, meg tegyük barátokká őket, mert több eredményt tudunk elérni. Itt egy komoly üzenet. Lelkek vesznek el a személyes munka hiánya miatt. Szívesen adunk pénzt, szívesen adunk adományokat, szívesen tudunk más munkahelyet, hogy majd ő megcsinálja, nem? De nem adom az én saját személyes munkámat ez a dologhoz. Azt mondja, közel kell kerülnünk azokhoz, akikkel munkálkodunk, hogy ne csak hallják a hangodat, hanem a kezet is fogjanak veled, tanulják meg az elvédet, élvezzék rokon szenvedet. Tegyél embereket barátokká. Az evangélium szolgájának egyik munkája, hogy helyes szokásokat tanítsa a hallgatókat, sok-sok alkalmat talál majd arra, hogy oktassa azokat, akikkel kapcsolatba kerül. És ez a célunk, hogy az embereket tudjuk igazából oktatni. Szóval üdvözlésként úgy foghatsz kezet valakivel, hogy egyszerre megnyered a bizalmát, vagy olyan hidegen, hogy azt gondolja, személye téged nem is érdekel. Vagy nem is fogsz kezet vele, és nem is köszönsz el tőle, csak elmész mellette, nem? Csak úgy elmész mellette, mint hogy ott se lenne, és nem számít. Te is csak azért jöttél, hogy élvezd a programot. És nem veszed észre benne azt a missziós lehetőséget, ami benne van. Azt mondja a Revéd Herá című újságban. Amikor hallod, hogy ezrek és ezrek vannak tévedés és babona sötétségében, nem tudva azokról a dolgokról, amik hamarosan bekövetkeznek, hogyan tudod élvezni az igazságot és tétlen maradni? Isten megszólít bennünket, hogyan tudsz tétlen maradni? Éjszaka látomásban egy lenyűgöző jelenetet láttam, hatalmas tüzet láttam lehullani néhány palotáról, azonnal elpusztítva őket. Hallottam, valakik azt mondták, tudtuk, hogy Isten ítélete hamarosan eljön a földre, de nem tudtuk, hogy ilyen hamar. Mások kétségbe esve mondták, tudtátok? Miért nem mondtátok el nekünk is? Mi nem tudtuk. Minden oldalról hasonló, szemrehányó szavakat hallottam. Érezzük ennek a súlyát? Hogy ott lenne a lehetőség, a feladat, hogy ezt a szolgálatot végezzük. Azt mondja János első level, János 10. fejezet 10. versébe, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővülködjenek. Isten azt akarja mindenkinek, hogy megtérésre jusson, és bővülködjön, élete legyen. És Isten fel akar bennünket használni az ő munkájában azért, hogy mind több embert elérjünk. És kin múlik az, hogy ez megvalósul? Hát rajtam és rajtad. Hogy akarod-e, akarsz-e tenni ennek az érdekébe. Isten áldja meg a mi gondolatainkat, az elköteleződésünket, a döntéseinket. A döntést csak meg kell hozni. És tudjátok, az ember meghozza a döntést, akkor nyílnak a kapuk. Én nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy bármibe lépünk és kezdünk, nem a pénzt nehéz megszerezni, az embert, a segítséget. Aki majd jön és azt mondja, hogy na, hogy csináljuk együtt és dolgozunk együtt, ez sokkal nehezebb megszerezni, mint adott pénzeket. Köszönöm szépen a figyelmeteket!